Köszöntjük kedves nézőinket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. Utoljára ülésezett a ciklusban a régi képviselőtestület. Vitamentes, békés elköszönés. Emlék a hősöknek. Török-magyar emléktábla a két nemzet elesett katonáinak. Mézes Kalács, Kiskard, vásárfia. Mihály napi forgatag a Barackvirág oviban. Harra bor mindenkor. 12. Pisztráng és borfesztivál. Határon túlról jöttek. Marcelházi diákok Tapolcán. Hat napirendi pontot tárgyalt meg Tapolc város képviselőtestülete a szeptember 26-ai nyilvános ülésén, ahol egy perces néma főhajtással emlékeztek meg a napokban elhunyt Lengyel József képviselőről, aki 2002 és 2006 között volt Tapolca önkormányzatának tagja. A korábbi testület egyébként ebben a felállásban utoljára hozott döntéseket, hiszen október közepétől már a 2024-es helyhatósági választásokon eredményes képviselőké lesz a főszerep. Szerdán az illetékes bizottságok minden különösebb vita nélkül egyhangulag fogadták el az előterjesztéseket, a csütörtöki testületi ülés is hasonlóan nyugodt mederben folyt. A beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról című napirendi pontot érintően került szóba, az Y-házaknál történt robbanás, illetve erkély korlát leszakadás témája, továbbá az azokkal kapcsolatos műszaki egyeztetési folyamat. Dr. Décsei Sándor képviselő érdeklődésére válaszolva Dobó Zoltán polgármester azt mondta, hogy az erkély korlát leszakadásához vezető az acél szerkezetet érintő korrózió meglátásuk szerint az összes Y épületet érinti, ezért a társasházi képviselők mindegyikét találkozóra hívták. Arra kértem az érintett közös képviselőket, hogy vizsgálják meg az erkélyek vasalatának csatlakozási pontjait, hiszen minden előjel nélkül megtörténhet a baj. Ennek ők eleget is tettek, ahol javítani kell, ott megteszik, számos helyen viszont nem találtak hibát. Mivel ezeket az épületeket a hajdani Záév gyakorlatilag az állam építette, ezért megkértem Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert, a térség országgyűlési képviselőit is, hogy segítsen forrásokat felkutatni az Y-társasházak műszaki problémáinak megoldására, mondta a polgármester. Támogatták a képviselők a város márciusban megalkotott költségvetési rendeletének módosítását. A város bevételeinek és kiadásainak fő összege így 8 milliárd 116 millió 816 ezer forintra változott. Az új, a tervezettől eltérő gazdasági eseményeket is magába foglaló költségvetési rendeletet a testület, korábban pedig a bizottságok is egyhangulag megszavazták. Elfogadták a képviselők azt a törvényességi felhívásról szóló tájékoztatást, amely az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának, elszállításának és hasznosításának szabályairól szóló 2/2024 második 19 önkormányzati rendelettel szemben érkezett. Elhangzott, a közterület felügyelet felállításával tudna megfelelni a város a törvényi követelményeknek, ennek lehetőségeit vizsgálják majd. Dobó Zoltán polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az utcán tárolt parkolóhelyeket indokolatlanul lefoglaló romjárműveket a jövőben is elszállítják, annak költségeit pedig megfizettetik a tulajdonosokkal. A helyi közösségi buszközlekedésről szóló 2023. évi és 2024. első félévi beszámolókat is viták nélkül fogadta el a testület. A helyi buszjárat üzemeltetése az előterjesztésben foglaltak szerint 2024 első félévében összesen 32 millió 455 ezer forintba került, hozzá a város 21 millió 776 ezer forint támogatást biztosított. Elhangzott, a buszok kihasználtsága rendkívül alacsony, egyre kevesebben veszik igénybe a tömegközlekedést, de annak fenntartása egyre többbe kerül. Puskás Ákos alpolgármester kiegészítve az elmondottakat hozzátette, 2024 májusában indította útjára a hétvégi helyi buszokat a város, azóta utasszámlálást is végeznek a sofőrök. Járatonként a 103-110 személyes buszokon nem éri el a 4 személyt az átlagos kihasználtság, hangsúlyozta. A törökországi Csanakkale Tapolca testvértelepülése.
A város képviselő testülete most hozzájárulását adta a történelmi megbékélésről szóló magyar-török feliratú márványtáblával ellátott bazalt emlékmű létesítéséhez, amely a Katonai Emlékparkban kaphat állandó helyet a közeljövőben. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család és Gyermekjóléti Központ telephelyének és a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi társulási megállapodásának módosítását is egyhangú igennel támogatták a város önkormányzati képviselői. A döntéssel Tapolca város önkormányzata képviselő testülete hozzájárult ahhoz, hogy néhány pontban módosítsák az alapszerződést, illetve a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család és Gyermekjóléti Központ telephelyét a 8300 Tapolca Kossuth utca 2 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanba bejegyezzék. Az indoklás szerint a Tapolca Hősök tere 15 szám alatti ingatlan rossz műszaki állapota miatt a továbbiakban alkalmatlan a központ szolgáltatásainak nyújtására, ezért volt szükség a telephely módosításra. A napirendi pontok elfogadását követően Dobó Zoltán köszönetet mondott mindazoknak a személyeknek, akik képviselőként, hivatali munkatársként, vagy a helyi médiát képviselve az elmúlt 5 évben kritikáikkal, tanácsaikkal, döntéseikkel segítették a város önkormányzatának munkáját. A lakosságot pedig arra kérte a polgármester, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel az önkormányzat munkáját, tegyék meg írásban vagy szóban észrevételeiket, ezzel is támogatva a város működését és fejlődését. A törökországi Csanakkale és Tapolca városa között 2018-ban kötött baráti együttműködés megerősítése és fejlesztése, illetve a két város közötti baráti kapcsolat, a kölcsönös tisztelet, illetve a közös történelmi örökség megbecsülése céljából Tapolca város önkormányzata egy emlékmű felállítását kezdeményezte a közelmúltban. Az elmúlt héten Tapolcára látogatott Csanakkale küldöttsége Muharrem Erkek polgármester vezetésével. Az emlékoszlopot szombaton délelőtt adták át közösen városunk önkormányzatával. A bazalt oszlopra rögzített gránit emléktáblát szeptember 28-án szombaton délelőtt avatták fel a régi városi temető melletti Katonai Emlékparkban Tapolca és Csanakkale polgármestere, a török önkormányzati küldöttség és a helyi városi képviselők jelenlétében. Az eseményen Hangodi László történész, fő múzeológus foglalta össze a két nép, a két város történelmi kapcsolódási pontjait a középkortól egészen a 20. század nagy háborúinak időszakáig. A kétnyelvű vésettel ellátott emléktáblán Mustafa Kemal Atatürk, katonai hős és államférfi, a török köztársaság első miniszterelnökének levele olvasható, amelyet a Csanakkalénál található Gallipoli félszigeten elhunyt ellenséges katonák édesanyjainak írt. Mindazok a hősök, kik vérüket ontották és életüket vesztették, most már egy barátságos hazaföldjében fekszetek. Aludjatok békében és nyugalomban. Számunkra nincs különbség katona és katona között, hisz egymás mellett nyugosztok a mi harcosainkkal. Anyák, akik messzi földről küldtétek fiaitokat háborúba, szárítsátok fel könnyeiteket. A fiaitokat a szívünkbe zártuk, békében vannak és békében fogják örök álmukat aludni. A mi fiainká is váltak azok után, hogy életüket adták ezen a földön. Az emlékoszlophoz a két polgármester a két nemzet színeiből álló koszorút helyezett el. Országosan híresek a pásztor hagyományokhoz köthető Mihály napi vásárok. A Barackvirág tagintézményben is hosszú ideje ünneplik már az ősz beköszöntét, az ősz ajándékait ezen a napon saját portékákkal, amelyek megvásárlásával a szülők az intézményt támogatják. Hétfőn délután hatalmas sokadalom gyűlt össze az Ovi udvarán. Köszírjé tétetik! Tessenek közelebb jönni! Elveszettetik, aki megtaláltatik, jutalomban részesültetik! Adjon Isten szerencsés, szép napot, kisbíróként emelek önök előtt kalapot! Miért tisztelt egybegyűltek, s kik az utcára menekültek? Ma van 2024. szeptember havának 30. napja, az, melyre a város népe a meghívót kapta, mert tudod, aradig tudtára minden kicsinek és nagynak, hogy a legszebb lányok bizony itt az Oviban vannak.
Tudják, az úrnak 2024 esztendejében nem üldögeltünk bánatosan tétlen, szóljon mindenki Solgornak, Komárnak, hogy eljött az ideje a Mihály napi vásárnak. De mit kívánhatunk mi városi népek? Legyen Tapolcán magas szintű élet. Kívánjuk, hogy annyi legyen a mustjuk cukorban mért mértéke, amennyi a gazda botjának centiben mért értéke. Legyen a bor mindenhol édes, mi nálunk 21 fok alatt sehol meg ne álljon. Kedves vendégek, a mai garasokat az SM szülőknél lehet majd venni, amiért cserébe az ajándékokat majd a kosárba lehet tenni. Lesz a vásárban korona, pajzs, kar, meg cicák, horgott állatoknak meg lekvár, szörfök, mézeskalács, kistáska, meg párnák, gyöngyékszerek, perec, alma, szirom és mindenféle más. Rétes, mécses tartó, pörgentyű, kulcstartó, tökök, kisrepülők, no és kishajók. Úgyhogy aranyos, gyémántos, meleg hangú mamák, foteljukban szundítgató, horkolgató papák, jázmin virág lelkű, kedves szép leányok, kocsmában kidobott mulató zsiványok, kétnapos babák, százesztendős vének, jó mulatást kívánunk mindenkinek, a beszédemnek vége. Az ovit minden ember óvja, védje, éljen soká az ovi népe. Most megnyitom a vását, mindenki használja az elköltött tallérját a mai napon. Senki ne bánja. Az imént a kisbíró kidobolásával megkezdődött a Szent Mihály napi vásár itt a Baracki Virág óvodában. Hömpölyög a tömeg. Nagyon felkészültek az óvónők, a szülői munkaközösség, a gyerekek és a szülők is. Igen, rendkívül sokat készültek erre, régóta tervezik, hogy felélesztik ezt nagyon szép hagyományt, a Mihály napi vásárt. Már a nyár közepe óta tervezték, szervezték és készítették a portékákat. Nagyon sokat segítettek a szülők, a kollégák, a dajkanénik, az óvónénik rengeteget dolgoztak, hogy ilyen gyönyörű szép portékákat árulhatnak. Elmesélte a kisbíró, hogy mi minden található itt a standokon, és azt is, hogy hogyan lehet vásárolni. Azt gondolom, hogy különleges dolog ez. Igen, gyönyörű kis aranytallérokat készítettek. Ezeken a kis pásztortallérokon vásárolhatják meg ezeket a kis portékákat. 1, 2, 3, 4, 5, attól függ, hogy milyen gyönyörű és értékes és szép portékát szeretnének venni. A szülők is készítettek nyilván árulnivalót, és az óvónénik is, meg talán a gyerekek is, jól gondolom? Igen, a gyerekek is ebbe segítkeztek, de nyilván igen, mert mindenki a szülőikkel együtt. És itt az óvodában is már az egész múlt hetek erről szóltak, hogy erre készültek. Pásztornapjához kapcsolódó énekeket, dalos játékokat játszottak, verseket mondtak, meséltek, és igen, kézműveskedtek, készítették a kicsi ajándékokat. Elindult a nevelési év a Baracki Virág óvodában is, és Tapolca valamennyi óvodájában. Itt a Baracki Virág óviban milyen újdonsággal várták a gyerekeket? Gyönyörű szépen megújulhatott a teraszrész, új padlózatot kapott, és a faszerkezet is le lett festve, gyönyörű szép, és nagyon-nagyon mutatós, és nagyon praktikus lett, és került végre egy kis korlát is a magasabb részhez, úgyhogy nagyon-nagyon jól használható most már, nagyon szépen megújult, illetve igazából mind a három óvodában történtek javítások, felújítások a nyáron, már mégpedig az udvari részt illetően a játszóeszközök lettek felújítva, megújítva, nagyon szép élettek varázsolva. Mögöttünk tényleg nagyon már birtokba vették a vásárhelyszínét, az említett teraszt, a gyönyörűen felújított teraszt. A vásár bevételével mi a terv? Hát mindig kitalálnak valami nagyon hasznosat és nagyon jót hát az óvónénik, a dolgozók. Nyilván a szülőkkel együtt közösen megbeszélik. Hát még igazából nem tudják, azt hiszem, hanem, de valószínű, hogy valamiféle játékeszközre lesz fordítva. Az ősz mindig tele van olyan eseményekkel, amit ünnepelni lehet. Az óvodákban mire készülnek? Hát minden óvodában nagy készülődés van, egészségnapokra készülnek, a Hásfa óvodában,
aztán a Márton napra, előtte még, bocsánat, a tökös napokat tartják, meg kis több fesztivált rendeznek a kertvárosi óvodába, és itt a Varaszvirág óvodában a következő ilyen nagyobb megmozdulás a karácsonyi adventi vásár lesz, amit az idén is megtartanak. Őszi napsugár, kellemes hőmérséklet és esőmentes időjárás fogadta a Pisztráng és Bor Fesztivál megnyitójának vendégeit, árusait és fellépőit a Malomtónál szeptember 27-én. Tapolca a legszebb része, immár 12. alkalommal adott otthont az elmúlt évtizedben országos hírnevet szerzett gasztronómiai és zenei eseménysorozatnak. A rövid megnyitó ünnepséget kora este tartották az Alsó-tónál, ahol Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője, Dobó Zoltán polgármester és Mezősi Zoltán rendezvénygazda is köszöntötte a jelenlévőket, a fesztiválozókat, illetve a török testvérváros Csanakkale önkormányzatának küldöttségét. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket Tapolcán a 12. Pisztráng és Borfesztiválon. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter urat, és Dobó Zoltán urat, Tapolca város polgármesterét, és a török delegációt és onnan is polgármester urat nagy tisztelettel köszöntjük. Navracsics Tibor a rendezvényt méltatva úgy fogalmazott, Tapolca az elmúlt bő 10 évben egy olyan eseményt épített fel és tett hagyományjá, ami országosan még ismertebbé tette a város nevét. Bő 10 év alatt egy újabb olyan attrakciót fejlesztett ki és épített fel, tett hagyományjá, ami nem csak itt a térségben, de országszerte ismerté tette a várost. Jókat enni, jókat inni, az mindig a legjobb út ahhoz, hogy emberek beszélgessenek egymással, békében legyenek egymással, kibéküljenek egymással, vagy fenntartsák a békés kapcsolatot. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ez a hétvége is szolgálja a békét itt Tapolcán, illetve mindenki számára, aki ide látogat. Éljenek egészségben és békében, a szeretteiket is tudják megbecsülni, és tudják a közelben, és ez a fesztivál is járuljon ahhoz hozzá, hogy az amúgy sok gonddal terhelt hétköznapjainkban egy kicsit több erővel tudjunk szembenézni a problémákkal, és le tudjuk gyűrni a nehézségeket. Mindenkinek jó étvágyat, jó időtöltést és jó szórakozást kívánok itt a polcán. Dobó Zoltán polgármester a rendezőknek, az ötletgazdáknak mondott elsőként köszönetet, majd a fesztivál közösségi és barátságformáló szerepét méltatta. Szeretném megköszönni mindenkinek, először is a rendezőknek, az ötletgazdáknak, hogy idén is a munkájukat, a tudásukat, erejüket, idejüket nem kimélve létrehozták ezt a fesztivált, amely ugyan nem a város fesztiválja, de mégis mi úgy érezzük, hogy nagyon erősen hozzánk nőtt és hozzánőtt a városhoz. Ezzel is öregbítve városunk hírnevét, és most már nem csak az országban, hanem országhatáron kívül is tudni fogják, hogy milyen is Tapolca, hiszen, ahogy miniszter úr is mondta, a gasztronómia szeretete és ismerete és terjesztése az talán a legfontosabb út ember és ember között, kultúra és kultúra között, és bízom benne, hogy aki itt velünk együtt elfogyaszt valamilyen halételt, mondjuk egy pisztrángot, és egy korty tényleg kiváló bort még mellé, az rájön, hogy sokkal több közös van bennünk, mint amennyire különbözünk, és biztos, hogy megtaláljuk a közös hangot mindenben. Csatlakozom miniszter úrhoz. Én bízom benne, hogy a békesség, a szeretet, az emberi kultúra árad majd következő 3 napban, és azt kívánom, hogy mindenki találja meg a másikban, az emberben, a társában, a családjában azt, amit keres és kutat, és kapjunk megnyugvást, és tudjunk egymás felé békességgel és nagy-nagy barátsággal fordulni, és legyen még sok-sok ilyen fesztivál. Köszönöm szépen, hajrá Tapolca! A megnyitó után kezdetét vette a 3 napos program, ami ismét sok ezer ember csábított a városba. A Valami Swing koncertje nyitotta az események sorát, majd a színpadokon egymást váltották a hazai jazz, swing, blues és rockabilly formációk. Természetesen tapolcai muzsikusok is lehetőséget kaptak a fellépésre, bemutatkozásra. Még a szombat délelőtti eső sem riasztott el senkit, így idén is sok helyre viszik el a turisták a tapolcai Pisztráng és városunk szépségének hírét.
A Bárdos Lajos általános iskola hetedikesei évről évre a Felvidékre látogatnak a Határtalanul program keretében, megismerkedve Marcell háza és környéke szépségeivel. Aztán, mivel testvériskolai kapcsolatot is ápolnak, a tapolcaiak is rendre vendégül látják a Szlovákia területén élő magyar ajkú diákokat. A héten érkeztek marcellházi diákok Tapolcára, első útjuk a Tavasbarlangba vezetett. Arról, hogy tapolcai gyerekek határon túlra kirándulnak, rendszeresen beszámolunk, és arról is, hogy Marcellházáról jönnek Tapolcára gyerekek, hiszen testvériskolai kapcsolat van a két intézmény között. De ez a mostani látogatás mégiscsak egy kicsit más. Így van, egy kicsit más, és mégsem más. Először is ugye a legbiztosabb jele, hogy elkezdődött október, véget ért szeptember, az, hogy ismét itt vannak marcellházi testvériskolánknak a diákjai, vendégül láthatjuk őket, és valóban, tehát tehát meg tudjuk hálálni nekik azt a vendégszeretet, szeretetet, amivel minket fogadtak 2024 májusában, május végén, és 15 diák ellátogatott hozzánk két kísérő pedagógussal. Mégis egy kicsit más valóban, hiszen ugye az eddig kétnapos programot itt töltötték Tapolcán, az idei évben viszont csatlakozott hozzánk Badacsony Toma, és közösen szerveztük nekik ezt a programot, mindenféle tekintetben közösen szerveztük. Az első nap itt vannak Tapolcán, a második nap pedig Badacsony Tomajon töltik az idejüket a tanulók. Megérkeztek Tapolcára, és rögtön a Tavasbarlang felé vették az irányt, de aztán, ahogy hallottam, a délutáni program is igen-igen sűrű lesz. Igen, sűrű lesz, tehát lehetőséget kívánunk a gyerekeknek arra nyújtani, hogy tényleg a személyes kapcsolatok kialakuljanak. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy pedagógiai baklövés, hogyha valaki úgy gondolja, hogy akkor adok sokat a gyereknek, hogyha percről persze megtervezem az idejét, és kiállításról kiállításra, kötött programról kötött programra invitálom őket. Igen, tehát valóban próbáljuk az időt hatékonyan kihasználni, de olyan programokat szerveztünk, ahol a gyerekek kötetlenül egymás társaságát megtalálhatják. Ilyen a városismereti séta, ahol olyan csapatokat tervezünk összeállítani, vagy csoportokat, ahol egyenlő arányban vannak marcellházi, tapolcai és badacsonytomai diákok, és úgy ismerkednek meg, vagy úgy ismertetik meg Tapolcát, Tapolca nevezetességeit a vendégeinkkel, hiszen tudjuk, hogy a kortárs csoportnak óriási szerepe van ebben a korosztályban, tehát bizonyos tekintetben még talán hitelesebben, vagy közelebb hozva ezeket a nevezetességeket a vendégeinkhez. A vendéglátó diákokon keresztül tudjuk ugye ezt megtenni. Majd utána sportversenyek következnek, szintén ilyen vegyes, mindenkit bevonva ebbe a feladatba. Nyilván az a célunk, hogy minél több gyereket megmozgassunk, ugye, és minél több gyerek részt vesz ezek a programokon. Ugyanakkor viszont nincs kötelező jellege abban az értelemben, hogy most mindenkinek ott és akkor éppen azt kell csinálni. Ha úgy gondolja, hogy ő a szurkolásban jó, és akkor közben kötetlenül a partvonalról beszélgetnek, még megosztják a gondot, akkor szurkoljon. Ha valaki meg labdát szeretné rúgni, akkor rúgja a labdát. És nyilván talán a legjobban várt program szerintünk, ugye az esti program, a diszkó, amit szerveztünk, hiszen minden évben a marcellházi testvériskolának diákjaik az egyik csoportunkat egy iskolabállal örvendeztetik meg, és mi is ezt szeretnénk visszaadni, a Bárdos iskola tornatermében szervezünk ilyen rendezvényt számukra, és gyakorlatilag ezzel zárul a tapolcai látogatások, hiszen este átutaznak Badacsony-Tomajra, ahol a szállás lesz, és a másnapi programokról pedig a badacsony-tomai vendéglátók fognak gondoskodni. A Bárdos iskola hetedikesei pedig már gondolom lázasan készülnek a következő évi kirándulásra határon túl. Nagyon bízom, hogy lázasan készülnek, illetve hát reménykednek, mert egyelőre ott tartunk, hogy júliusban beadtunk két pályázatot, egy Bacsányis és egy Bárdos pályázatot a Bethlen Gábor alapkezelőhöz, és várjuk az eredményt, még eredményt nem kaptunk, de bízunk abban, hogy az elmúlt több mint 10 évben, minden évben nyertesek voltak a pályázataink, és hát reméljük, hogy most is az lesz, és nagyon remélem, hogy igen, várják. A krónika végén nézzük még egyszer híreinket röviden. Utoljára ülésezett a ciklusban a régi képviselőtestület.
vitamentes, békés elköszönés. Emlék a hősöknek. Török-magyar emléktábla a két nemzet elesett katonáinak. Mézes Kalács, Kiskard, vásárfia. Mihály napi forgatag a Barackvirág oviban. Harra bor mindenkor. 12. Pisztráng és borfesztivál. Határon túlról jöttek. Marcelházi diákok Tapolcán. Kedves nézőink, köszönöm kitüntető figyelmüket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!